gyönyörű volt Zsuzsika. Az jutott az eszembe, ezt találsz még, megbocsátok nekem. Két évvel ezelőtt találkoztam Zsuzsával először így, ilyen stúdió környékén, ugye? És kérdezik, Gábor, én énekel? Énekel egy gyönyörű hangot. De biztos? Énekel egy gyönyörű hangot. Én azt mondom most neked, Zsuzsika, hogy nagyon szép volt, köszönjük szépen, és jövőre jelentkező a Megasztárba, jó? Tapsoljuk meg, köszönöm. És végül majdnem a végén engedjük meg, hogy szeretettel konferáljak be egy nagyon lelkes, nagyon csodálatos csapatot, amikor ők megjelennek a színes egyéniségünkkel, ruháikkal, temperamentumokkal, akkor mindenki virágzik. Espera Anna táncegyüttes, tapsoljuk meg őket, és majd még ők idejönnek, elmondom, hogy tévében, Budapest TV meg másod, és sok-sok fesztiválon szerepelnek. Szabó majd tudom, hogy mindent elmond. Egy kérésem van, ameddig ők táncolnak, majd ha kérnek segítséget, akkor majd beállunk mi is táncolni, addig hagyjuk őket. Jó? Köszönjük, tapsoljuk. Köszönöm szépen. Szabó Majd vagyok, a csoport vezetője. Hát mi így 5 éve táncolunk együtt, én már régebben, csak nem ezekkel a lányokkal. Igen, nagyon sok fele jártunk külföldön, és a tévében is sokszor szerepeltünk. Köszönöm. Hey!
Thank you.
Kedves barátok, közben egy közleményt is elmondanék. Ebben a teremben 13-án vasárnap, délután 5 órától tét randevú, akkor, amikor még fekete volt a hajunk a 60-as évek, a sztár vendég itt lesz az Alatnai Sarolta, Cili, Zoltán Jancsi, és sok érdekes ember, fantasztikus lesz a hangulat. Biztos, hogy időnként ki kell menni dohányozni, vagy inni, vagy valamit csinálni. Érdemes eljönni, tehát 13-án, és ez a csapat, aki most itt volt, önökkel kiegészülve, ugye, mert most ihletet kaptak, és rengeteg szavaló, konferencia, érdekes, kuplé előadó, meg énekes művész, meg opera énekes volt, születnének. Együtt a következőről fogjuk önöket értesíteni, hogy mikor lesz. Marikának átadom. 29-én Annánál Újpesten leszek a kocsmás buli, ahol lehet vacsorázni, meg jót énekelni. És a mi következő műsorunkról értesítést adunk, mert egyelőre még nem tudjuk, hogy mikor lesz szabad ez a terem. Amit fel nem építkezik a főváros művelésen, nem olyan egyszerű. De mindenképpen mindent tájékoztatunk. És remélem, hogy, illetve hiszem, hogy eljönnek, mert ha jól érezték magukat, akkor biztosan visszavágynak. Szeretettel várjuk önöket! És egy csoportképet kitalált a Gábor, ami nagyon jó ötlet. Énekesek! Arra gondoltam, hogy énekesek a fellépők ide előre állnának, még hitele is, a pici baba is, és akinek kedve van, mögéjük állnak elvegyülve, és csinálunk egy nagy baráti csoport, családi képet, egy zenevilág képet. Jó? Köszönöm!